Sziasztok, én Mehon vagyok, és köszöntelek titeket a csatornámon. Ma egy teszt videóval érkeztem nektek, és nem fogok más tesztelni, mint ezt a palette Root Retouch hajtőszínező kis púderét. Nem tudom azért, hogy mennyire látszik, de hát itt a tövek mentén nagyon-nagyon sok őszhajam van, és csak 2-3 centire, de engem ez borzasztóan zavar, és ezért szoktam néha napján befesteni, de mivel elég hosszadalmas, és sok macerával jár, gondoltam, hogy keresek valami gyorsabb megoldást. És keresgéltem, hogy vajon milyen termékeket lehet most kapni a piacon, és akkor találtam ezt, illetve a Sajosznak van ez a fújós változata. És utána olvastam, hogy vajon melyik a legjobb, és több szavazat érkezett erre, mivel ez nem hagy elvileg nyomot, és ugye mivel ilyen kis pacsmogalós, nem fújós, ezért nem kenel vele össze mindent. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor ezt fogom elsőnek kipróbálni. Lesz hozzá majd egy külön kis szivacska, amivel majd fel lehet vinni magát ezt a hajszínezőt, viszont azt olvastam, hogy az a szivacs nem igazán ér semmit, úgyhogy hoztam én ide két sminkszivacsot, egy nagyobbat, illetve egy kisebbet, attól függ, hogy majd melyikkel lesz könnyebb felvinnem ezt a kis port, de persze majd a saját szivacsával is le fogom tesztelni, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy mennyire jó ez a Root Retouch, akkor maradjatok velem, és teszteljük le együtt közösen. Igen, nehezen szedtem ki a csomagolásból, de végre sikerült. Hát maga a kis púder az ekkora lenne, összesen 3 gram, ami így nem tűnik olyan soknak. Viszont ha kibontom, akkor itt már látszódik is maga a kis szivacs, illetve a púder, ami ilyen átlátszó fóliával le is van takarva. Hát a színe az elég intenzív fekete. Remélem, hogy nem fog elütni a hajamtól se. Nem is tudom, hogy csináljam. Szerintem először így ketté választom a hajam, már ha tudom, valahogy így. És akkor elsőnek megpróbálom magával ezzel a szivacssal felvinni, ami hozzá van téve. Hát a szivacson azon így néz ki, elég fekete, és akkor elvileg csak így rá kell ütögetnem. Egy kicsikét porzik, amikor felveszem a színezőt, de úgy látom, hogy azért szépen befogja. Bár a szivacs az tényleg hullik, már egy kis darab ki is jött belőle. Egyfajta szaga azért ennek is van, de mégsem olyan, mint a amóniás hajfestékeknek. Itt talán még van egy kis fekete, vagy egy kis őszrész. Hát ott nem igazán akarja. Szerintem megpróbálkozom az ecsettel, hát azzal tényleg könnyebb. Tükör előtt azért sokkal egyszerűbb, de én már látom, hogy itt már legalábbis befette az őszhajat. Hol ezzel csinálom, hol pedig ezzel.
Az tény, hogy ez a szivacs sokkal többet felvesz, mint amit a hajamra kenek. De itt, mintha már el is tűntek volna az ősz hajszálak. Én úgy vettem észre, hogy a kettő együtt, maga az a kis szivacs és egy ecset, az hatékony tud lenni. És akkor megyek tovább itt a többi résszel is. Body like a model, you got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever. Akár milyen kis púder ez, azért a kezünket is megfogja, és nem igazán akar lejönni. Úgyhogy szerintem érdemesebb inkább kesztyűbe végezni. Szerintem kamerán kívül gyorsan megcsinálom, mert a technikát azt láttátok, és akkor jövök egy beszámolóval. Gyorsan meg is csináltam, és készen is vagyok, és hát szerintem azért látszik, hogy az őszhajam az mindenhol el is tűnt. Így hát kamerán kívül 5-10 perc alatt azért gyorsabban megvan az ember. A tapasztalataim, hogy ami benne van kis pufi, azzal igen lehet dolgozni. A nagyját azért meg lehet csinálni a hajunknak, viszont itt, ha szorosan a fejbőr vagy a haj vonalát követjük, akkor érdemes egy kis ecsetet választanunk, amit ha használat után rögtön kimosunk, akkor meg sem látszik rajta az a kis festék, illetve a kezemről is lejött egy egyszerű szaponos kézmosást követően. Hajtő sűrűségtől és őszhaj szálaktól függetlenül egy olyan 5-10 perc alatt meg lehet csinálni, és jövök még szerintem vissza egy az, hogy egyáltalán mennyire lesz tartós, hány napig, mert úgy írja, hogy következő mosásig, de hát én egy héten csak egyszer mosok, úgyhogy megnézem, hogy egy hétig kibírja-e, anélkül, hogy újra kellene kennem, illetve, hogy mennyire fogja majd meg este alvásnál a párnát, vagy mikor öltözök a ruhákat. Első benyomásra azt mondom, hogy jó, lehet vele gyorsan és precízen dolgozni. Egy kicsit összekentem itt magam, ahogy így hozzáértem a szivacsal. Gyorsan, ha lemosátok egy kis vízzel, vagy valami vizes törölközővel szivacsal, akkor le tudjátok szedni. Úgyhogy most egy kicsit elköszönök, aztán majd valamikor jövök egy update-tel. Na hát, sziasztok újból! Már egy ideje használgatom úgy ezt a Palette Root Touch ilyen hajtőszínező púderjét. Olyan 3-4 hete. És azt kell, hogy mondjam, hogy a lelkesedésem, a kezdeti lelkesedésem az alább hagyott, ugyanis nem teljesen vált be. Valamennyire azért eltünteti az őszhajamat, vagy az őszhajszálakat, de nem 100%-ban, mert nem tudom, hogy mennyire látszik, de azért itt is van még egy pár, magával a formulával, illetve a kiszereléssel nincs bajom, mert már megtanultam kezelni, és ami benne van, pamacs, ugye mutatom, ez a kis szivacs,
ezzel is simán fel lehet vinni ezt a kis festéket, port a hajra, nem szükséges hozzá külön ecset. Viszont én ezt inkább annak ajánlanám, akinek vagy nagyon-nagyon kevés ősz hajszála van, vagy csak festés után megkopott a hajszín, és szeretné frissíteni, mert arra jó. Akinek hozzám hasonlóan nagyon sok az őszhaja, vagy sűrű, annak nem biztos, hogy ez jó választás. A semminél azért jobb, pénzt adtam ki érte, tehát el fogom használni, de egyelőre úgy tűnik, hogy még mindig a hajfestés a legcélra vezetőbb megoldás a makacs őszhajszálakra. Remélem, hogy tudtam nektek ezzel a termékkel kapcsolatban segíteni, és el tudtátok dönteni, hogy számotokra ez megfelelő-e vagy sem. Ha így van, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot a videómra, iratkozzatok fel a csatornámra, és a kis csengő ikont se felejtsétek el bekapcsolni, ha nem akartok lemaradni a jövőbeni teszt videókról, illetve az egyéb tartalmaimról. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok és megnéztétek a videómat. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!